Sziasztok, Márton vagyok, és hát akkor igen, Vice City Stories, és hát akkor foglaljuk el a területeket. Akkor megint ez nem volna a sztorit, hanem inkább nézem a kínálatokat, amiket Vice City tud adni. Jó, akkor itt vannak ezek a bikerek, aztán kész, ennyi. Ez egy rubbery hely, akkor azért, hogy minden meg fog vásárolni rubbery-re, aztán valamire lefelé át fog alakítani utólag. Smugglingá, vagy pedig drugsá. Mondjuk drugsból van már egy elfoglalt hely, szóval azt meghagyom úgy, ahogy. Na mindegy. Jó, viszont el kell tennem a cache-ben a lőszer. Szóval, ja, igazából akkor ennyi. Na jó, még van valaki? Aha, te. Azt szerintem az éppen mögül jön ki valaki. Fasza. Jó, akkor gyorsan bemegyek, aztán akkor jöhet az akció. Így, nem Molotov koktél a leghatásosabb. Bocsi! Hoppá! Mi van? Ha jól látom? Aha. Fasza! Jó, akkor ez meg is volt, gyorsan fel is vásárolom. Igen, ott is a rubberiket megtarthatok. Jó, ez a legdrágább igazából, de az tény, hogy ezzel lehet legjobban keresni. Főleg miután megcsináltuk a küldetéseket a rubberiből, és lehet, hogy ez is aztán az első. Á, inkább nem, inkább az lesz, hogy így soha behardunk drogtól egészen a rablásig. Jó, akkor ott van a következő célpont, akkor más oda elsietek. Jó, itt is vagyok a helyszínen. Akkor mehet megint az akció. Mi van nap mögöttem? Ja, ott van a fent. Hogy miért? Nem tudom. Lehet, hogy hozzánk kell volna inkább rakétavetőt, aztán csak úgy felbontani az egészet. Vagy őket ott fenn, mert most így... Hát nem tudom mi legyen. Aminom én lennék egy kicsit fáz, olyan dugul az orrom, úgy hallom. Ezek kicsit szaggatunk. Ó, itt vannak a zsarók, hát igazából tök mindegy. Ennyi. Cső. Na jó, legalább a kettő lúgról, vagyjal le tudod ide ugrani. Ezt mondjuk értékelem. Oké. Megpróbálom a csávót nem felgyújtani, bár belefut. Jó, oké, akkor teljes. Én pedig üvöltök. Jó. Valahol elrepül. Itt van a felettem az ellenfelek. Jó. Hoppá, ezt nem így akartam. És még valaki ott van fent, hát nem tudom, hogy tudom előni így. Nem igazán. Ja, de. Oké. Akkor itt is akkor rubbery. Hát nagyon megválogatott módon van ez. Jó, vagy meg is ez lesz akkor a smuggling. Oké. Oké, akkor már itt van a következő. Hát hogy egyszerűen inkább csak rádolok egy koktélt. Hát ez nem sikerül valami jól. Hát mindegy, akkor biztos urak már úgyis elégtek. Szóval jaj, azért is tudom ezt az egészet itt lőni. Oké. Biztos úr, biztos úr. Ja nem. Motoros úr. Fejbe esetleg. Ha már úgy állsz. Golyóállós is, akkor vagy egyszerűen átmegy rajta. Wow. Na így. Oké, még jöttök? Oké, akkor én vagyok a dél legjobb micsodájmán fegyeforgatója. Oké, akkor megint előveszem a Molotov koktélt, aztán már dobálom is. És sikeresen magam sebzem meg. Jó. Cső. Na nézzük akkor itt mi lesz. Igen, igen, akkor már csak egy maradt itt. Amit itt.
Azaz, oké. És ha jól látom, akkor ez az utolsó biker hely, és igazából ennyi a nagy dolog. Az a baj, hogy mivel a bikerek kipusztultak, akik kikenyerem a sárkokat, a sárkok pedig olyan durva fegyverekkel jönnek, hogyha bosszot akarnak állni, meg úgy egyéb más, hogy ja, kicsit kockázatos lesz ezek után játszani ezzel a játékkal. Gyere, ezek a barmok támadni fognak még, mert hát azt kell csinálnom, hogy mert elment az ás, aztán betöltöm, és akkor el fognak tűnni, de most erre nincs idő. Na, akkor jöttök, jönnek a sárkok. Shotgun, konkrétan egy kézi ágyú a GTA-kban. Legalábbis az korábbiakban. Talán az egyszer-kettőt, de soha nem sikerül. Oké, és akkor itt is lesz már is egy rubbery. Itt a kanyarban van a következő. Szerintem jönni fognak látogatók errefelé. Nem? Nem jöttek? Oké, ez meglepő. Mert az képest, amilyen gyenge fegyverekkel jönnek, annyira durvákkal majd később. Vagy csak szintén már pont fél előre mindentől. Még ötbiányos az volt, hogy így jöttek, az előttek, de mégis túléltem. Na, jól van, oké, akkor őt itt én életben hagyom. És utána akkor ennyi. Oké. Ha jól tudom, itt majd az alapjátékban lesz egy ilyen szórakozó helyszerűsé merencével, ahol majd Gonzales fogjuk kinyírni. Na mindegy, fogjuk kinyírjuk. Ne úgy érzem, de úgy beszél, mintha valami ember, aki csak a magyar tanulja, de alapjáraton valami külföldi lenne. Ezekkel a megszólalásokkal. Arra nincs semmi. Na, jó, talán meg tudom nézni. Csak egy kíváncsi sem, hogy itt van a... Aha, igen, a kerítés érdekes áttetszősége miatt átlátunk az épületen. Valószínűleg azért, mert egy olyan modellről van szó, amit szemére lehet szabni, és nem azon egy alapértelmezett része a játéknak. Jó. Na, céloz. Jó, akkor ez is megvolt. Mi lehetett ez amúgy Lone Shark? Talán. Jó. Na jó, meddig ott megy a háború, addig szerintem én ezt itt elfoglalom. Inni, akkor már is jönnek. Biztos, hogy kinyírom a szomszédot, szó szerint. Hát ez eléggé hamar megvolt. Akkor irány befelé. Hát nem tudom, ez inkább lonság, hogy hasonlít egy irodára. Akkor ez egy protection record volt, micsoda? Record protection, tenni mondják. Ó, jaj, társaságom van. Bár igaz, hogy eléggé szar helyre kerültetek. Vic, ne a csapdásra célod be, hanem azokat, akik meg akarnak ölni. Mondom, hogy kemény, látod, mennyi vettek le a páncélomból? Alig valamit, de halálosak amúgy. Oké, és? Akkor kíváncsi, hogy ez milyen hely akar lenni. Ah, drogok? Ja, mondjuk van lépcső, ezzel fel lehet ismerni. Oké, és... Na! Elég jól célzok amúgy, amúgy nem tudom, ezek a sárkok amúgy az a banda akar lenni, akik majd ilyen névtelen utcai bandaként fognak a Vice City csemény alatt tevékenykedni, mert az egyenruhájuk az így kifejezetten eltér attól a bandától. Lehet, hogy ez is abban nem dőlt csoló, hogy valamit helyettesíteni akar igazából. De igazából több mindig bemegyek, aztán hát elfoglalom az egészet. Az én kis koktélommal. Ijatok belőle nyugodtan, ingyen osztom. Na jól van. És akkor már csak ott maradt egy, és készen is vagyok, fasza. Ó, már megint itt vannak. Ajaj. Na jó, legalább legyőztem őket. Hé, ne oda célozz, Vic.
lehet, hogy ezt már mondtam, de a csodíció az egy érzékeny szerintem Vic, hogy nagyobb számban találjon el ellenfelet. Van neki azt, hogy külön forognia kéne. Ja, szóval az a nyugdíjasot az minden bizonyosság lehetett, Vic elmondása szerint. Na jó, még ott vannak páran. Páran, csak ez az egy. Azt hittem, hogy jönni fog valaki mellett, de nem néztem a radart. Nem itt annyira számítana. Na, shotgun. Na, még van akkor? Aha. Jó, felhúzom. És ott hátul is lesz egy. Jó. Oké, megtámadták a területemet, de én olyat, hogy megmentem helyette, csak ennyit tudom a taxis megküldés, és akkor lényegében kikapcsol, mert egy olyan funkciót indítottam meg a játékban, ami miatt megváltozik a játékmenet, vagy inkább azt mondom, hogy felülírja igazából a területet, és ha bár meg van sérülve, úgy jártak az elépében, hogyha lerombolták volna, feltett volna a csík, de legalább nem kell megvárni. Na mindegy, szóval akkor hová is megyek? Jó, a következő pontra, ami ott van a közelben amúgy. A közelben, hát megyek is, aztán egy gyorsan el is intézem. Na jó, van, akkor gyertek, én várok. Gyertek, én ráérek. Az most olyan kevés, olyan, nem azt kell tenni, egyszerűen nincs témám. Csak annyi, hogy várok. Várkod, hogy van milyen játék, azt tudja valamit róla mondani. Valószínűleg az lesz, hogy miután elfogad minden területet, át még az első szigetre, aztán Rubberyre mindent átállítok ott is. Nem akar jönni. Vagy nem akarnak inkább. Hol vagy? Ja? Aha, már nem fogok én oda egyalogolni. Zsupsz! Szépen befutok, aztán kész. Jó. Akkor ez is rombolunk egy kicsit. Hoppá, nem itt van. Á, itt van a drog. Egy kicsit megtámadtak, de szerintem minden a helyén lesz. Ott van a kocsi, ha jól látom. Akkor azt, hogy gyorsan is foglalom. Akkor gyertek. Ahó. Na, még vagytok? Aha, meg vagy. Mellettem. Jó, oda is spawnolt egyet. Majd kiír az épületből. Jól van. Oké. A féltem attól, hogy az ellenfél a kocsával meg fog jelenni, de nem. Szép egy irodaház, mit mondjak. Oké, meg voltam. Oh-oh, hallok zajokat. Aha. De úgy adó, hogy nem tudom egyszerűen becélozni, mert nincsen a kocsin kívül. Hát még jó, hogy a közelében a kórház meg a fegyverbolt, mit nem mondjak. És ha úgy hallottam, megint jöttek, szóval kicsit nem vannak tapadva. Nem. Fel tudom robbantani? Azért. Nem, mindig úgy is ezeket egyszer meg fogom javítani. Cső. Oké. De ne ütlődj le. Mit adott neked az a nővik, he? Na mindegy. Közben kilőttem másnak a gumiját. Nem nagy dolog. Szépen akkor bemegyek, aztán igazságot szolgáltatok a drogok ellen. Na mi ez egy főnök? Nem tudom, hogy a drogok miatt van így a hely lefóliázva, mert az épp nem fejeződött be, de elég érdekes egy látvány. Pontosabban design. Jól van, akkor ti is mentek ki innen. Jó. Jó, akkor itt van a következő drogos hely. És valaki itt lő engem. Aha, hogy ti? Kimegy el csatáról, hogyha a játékban vannak önbondatagok,
csoportokba elhelyezve, akkor az felszámolja igazából, hogy pótolja azt a számot, ami az épületekből jön neki. Valami mértékben. Ja, jól mondod, Vic. Jól van, akkor veszem ezt a fegyvert, mert ezzel még nem voltam ebben a videóban. Na, még van ott valaki. És akkor már csak maradtak ezek így. Jó. Mi van? Aha. No, kés. Egy kicsit meglőttek. Hát nem tudom, hogy meg fognak-e támadni egyből. Az épület ott pedig felépítés alatt van, vagy újítás alatt, szóval inkább hagyom. Úgy sem tudom akkor meg támadni, mert igazából csak a munkásokat támadom meg, nem pedig ezeket a barmokat itt. Ajaj. Jó. Oké, még ti ketten itt vagytok. Na akkor gyorsan ezt így felrobbantom. Vig, célod. Oké. Mit csináltok ott? Várj, akkor én ezt így felrobbantom. Az pedig ott ráesett a másikra. Ahol előttem előtt nem kellett volna. Na mindegy. Nem tudom, én minden GTA-ban rosszul érztem, amikor meg kell törnöm a civilt. Vagy nem azt, hogy meg kell törnöm, hanem véletlenül kinyírtam. Lehet, hogy nekem van... Lehet, hogy túlérzek ehhez a játékhoz. Ne! Mit csinálsz? Jó, ne érsz el többet, oké? Ég! Oké. Akkor ide is dobok egyet. Meg akkor ide. Meg ide. Meg ide. És még ide egyet. Matematika. Oh-oh. Azért vannak egy páran erre fele. Egy fel sem robbant ez itt? Na azért, robbanj fel. Húha. Vannak itt azért emberek. Megkaptam a fizetséget, ami, hát nézem, 52-400, jó. Ez egy faszár. Eléggé nagy szám az előzőhöz képest. Na, még van valaki? Oké, szerintem a nagyobb veszély már véget ért, szóval lelőjük a munkást, egyértelmű. Hát te mit csinálsz ott? Kicsit süket. És akkor ez az utolsó hely, aztán utána csak el kell mentem az állást betölteni, és nem fog több ilyen gyökér jönni az életemre. És akkor lehet a következő videóban valami értelmeset csinálni. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Meg fog ölni, ennyi. Na például ez egy jó, hogy meg van csinálva előre a mentős. A tűzoltos melyik küldetés, mert akkor meghalt volna a tűzben. Mind ő. Áú. Na, akkor jó, akkor ez is kész van. Nincs semmitől félnem. Ezt is szépen megvásárlom. És akkor, ha minden igaz, akkor igazából két hely kivételével minden más az rubbery. Ja. Igen. Várj. Ó. Szerintem egyszerűen az volt a baj, nem tudtam a helyet megvenni, vagy nem akartam megvenni, és inkább folytattam a sztorit. Na jó, ezt így gyorsan leparkoltatom. Remélhetőleg nem fog senki se kinyírni azonnal. Ójaj, ójaj! Incidensek vannak, megpróbálok valamit tenni ez ellen. Jaj, pont itt álltok be a pofámba. Ez nagyszerű, oda a golyalm elényem, és még a rendőrök sem akarnak kapni. Hát vissza a safe house-ba. És akkor ezt meg kell dolgos helynek, aztán kész. Az igen, három ember nőtt egybe, csak azért, hogy megálltsanak engem sikertelenül. Na akkor ez az utolsó drogos hely, aztán akkor minden rendben lesz. Közben magam a sebzem meg nyilvánvalóan. Mondjuk úgy sem érezzek semmit, vagy legalábbis nem kéne Vicnek visítania.
Na jól van. Hopp. Jó, ennyi? Jó. Oké, jól van, oké, srácok, akkor szerintem az ez, hogy itt akarok abba hagyom, aztán meghordítom a többi területet, és ezt beadottam Rubbery-re. Micsoda pénzkidobás. És akkor, ja, ennyi. Van a következő videóban, akkor majd a többi bűnözési tegvenységet fogom bemutatni, csak még ezt a pár gyökeret itt toporlám élni. Én fejtesszük kezét a szerencsétlen. Rendben, oké, akkor itt van folytatni, addig is sziasztok.